Jézus tehát 6 nappal a Páska ünnepe előtt bement Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. Mária ekkor elővett egy font drága, valódi nárdos olajat, megkente Jézus lábát és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt az olaj illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt: miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta azt, mintha szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt: hagyd őt, hiszen a temetésen napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és oda mentek, nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. Eddig az ige. Kedves testvéreim, ma reggel, amikor fölébredtem és bekapcsoltam a számítógépemet, és rákapcsolódtam az internetre, egy felhívást olvastam, ez volt a beköszönő kép, amiben a nyitó oldalon arra bíztattak engem, hogy ünnepeljem velük együtt, az egész világ együtt ünnepelje az egyik mexikói Nobel-díjas kémikust. Utána néztem, hogy ki ez a mexikói kémikus, mert egyébként nem sokat mondott a neve. Kiderült, hogy ő az, aki először mutatta ki, hogy bizonyos gázok, amiket használunk, a különböző illatszerek, különböző vegyszerek és különböző kémiai anyagok használatakor, bizonyos gázok, hajtógázok, az ózont írtják, pusztítják, és előbb-utóbb ennek nagyon súlyos hátránya lesz a mi egészségünkre. Hát én így úgy voltam vele, akkor boldog születésnapot. Ha már fölvettem szólítva, akkor megünnepeltem egy számomra teljesen ismeretlen embernek a születésnapját. A felolvasott ige viszont egy kedves ismerősünknek a születésnapja. Születésnapi ünnepe. Mert abban a régi betániai hajlékban egy születést, pontosabban egy újjászületést ünnepelnek, közelebbről Lázár feltámasztását. Tehát nem születésnapja van Lázárnak, de visszatért a halálból, mint egy újra életre kelt, hiszen emlékszünk bizonyára, hogy 4 napig már a sírban volt, mikor Jézus megjelent, és csodálatos isteni hatalmával feltámasztotta, kihívta a sírból, és most íme ott ül. Hát ezt meg kell ünnepelni. Él. Újra született. De a felolvasott igében valami egészen pikáns fordulat következik be. Mert az meg szokott történni minden születésnapon, hogy a születésnapos az ünnepelt. Hát ez a természetes. Az a természetes, hogy a születésnaposnak, az ő megszületésének örül mindenki.
Az is természetes, hogy mindenki a születésnaposnak ad ajándékot. De abban a betániai házban érdekes módon, de nem véletlenül, Jézus Krisztus, a testet öltött Isten lesz az ünnepelt. Ezt lehetett tapasztalni. Joggal. Mert Isten nélkül, Jézus Krisztus hatalma nélkül nincs mit ünnepelni. Mert akkor még Lázár mindig a sírban alussza mély álmát. Ezen én elgondolkodtam. És elmondom, mire jutottam. Az első, amit megértettem ebből a történetből, hogy mi sokszor fordítva ülünk a lovon. Hogy a mi életünk nagy eseményeiből, sorsfordító dolgaiból, amiket aztán időről időre meg tudunk a szeretteinkkel ünnepelni, tudunk rá emlékezni, ki szoktuk belőle hagyni az Istent? Aki nélkül az egész létre sem jön. Ez egy fontos gondolat. Ugyan elcsépeltnek tűnik, de igaz, hogy Isten éltessen. Hogyha van egy ünnepelt testvér, ugye most ünnepeljük tegnap a Sándorokat, ma a Józsefeket, aztán majd a Benedekeket, és köszönjük is a jó időt, vagy inkább a jobb időt. Amikor egymásnak üzengetünk, akkor csak hozzáteszünk, hogy kedves Sándor, kedves József, kedves Benedek, a jó Isten éltessen.